No, rendben van, nézzük. Úgy látszik, itt nagyon kéne majd egy kör vége, mert itt most mindent megcsináltunk, hogyha jól emlékszem. Így van, jól van. Az északi seregek hogy állnak? Most hírosztok, menjetek, menjetek. Előbb ezt foglaljuk el. Szegeztik át, onnan megyünk ide. Aquincumhoz. Aztán nagyon fasz, hogy kiszorítjuk az összes ellenséges népet innen északról is. Merem remélni, hogy a Juliusok majd valamit segítenek. De hát, hogyha csak azon múlik, akkor nem hiszem. Hát ez nem lesz egy túl nagy... Se csata, se település. Szar kis hadi csapatok. Brutus has Britannia felbontva. Ó, az összes izé római ház bekapcsolódik. Nagyon helyes. Gyorsan elfoglaljuk Rodoszt. 200 emberembe került, hát mi a rossz se ölt meg annyit. A rodoszi kolosszus megvan. Ó, bazd meg, hát mi ölt meg itt ennyi embert? Hát de most tényleg, hát hallott, 200 ember veszteségem van. Hát azért bazd meg. Hát most érted, más nem mondjak, csak annyit, hogy bazd meg, azt szerintem elég. Na jó, mindegy. Kellenek még gyalogos, nem, lovasok. Ó, nagyon jó. Országút, szóval mehet egy közfürdő. Itt most már helyreállt a közrend. Mondjuk ennyi helyőrséggel nem csodálom. Lovasságistálló 9, fórum. Szalónába csinálunk egy kikötőt mondjuk, hogy menjen itt a kis kereskedelem. Legfejlettebb frakció lettünk, hát már éppen ideje volt. Palmát gyorsan beveszem. Bazd meg ezek a veszteségek, hallott, hát komolyan mondom. Viszont egy jó dolog van benne, hogy mindent újra tudok képezni. Azt tetszik. Tehát az azért nem rossz. Tehát itt a Hasztatuszokat újra tudom képezni gyorsban. Az a lényeg, hogy mindig teljes sereggel kell majd megindulnom. Na, bazzeg, oda lett egy lovas brigádom. Egy. Egy. Meg akkor még egy lovas csinálunk. Nagyon fasza, és akkor innen majd megyünk oda, ugye tovább ide Hispániába. Beba. Igen. Rodoszba építsünk egy kőfalat. És akkor itt ugye készlet lesz következő körbe a kis cucli. A szkítákkal mondom, egyelőre nem akarok háborút semmiféleképpen. Nem viszont... Akkor itt hagyunk két lovast. Azért, mert ugye kellenek a gyalogosok, hogy tudjak ostromolni. Kémet ide küldjük, ó, hát Proszilium most senki nem védi, ez senki nem védi. Hát ez nekem van kitalálva, bazzeg. Az ugye a következő körbe lesz meg. Remek. Ezt a három lovast el is indítom erre. Mert fölöslegesen táboroznak ott, érted? Csak eszik meg fel a birodalomnak a kajáját, meg izé. Azt a szkípiók meg a egyiptomiak már nagyon összekerültek. Egy nagyon durva ibér flotta megtámadott. És kit érdekel a szenátus? Hagyjál már vele. Prétor lettem ahhoz képest, úgyhogy annyira nem rossz. Az a kihozom a hadvezért, és nől a közrend, tehát azért se gyenge. Jó. Várja, ezt kivesszük. Egy. Egy, né. Nem mondhatjátok, hogy nem vagyok jó szű. Na várjál, ó, bazzeg, rossz, én szálltam partra. Mindegy. Egyiptomban hogy kerültem én hadviszonyba? Mindegy. Ha már hadviszonyban vagyunk, akkor háborúzzunk. Ó, nagyon jó.
Igen, Küdóniában is jól vagyunk, Spártába csinálunk egy fórumot, Krotonba csinálunk egy vízvezetéket. Lefektetjük a csöveket, érted? Ja, kisgyerek, ezért elkezdte blokkolni a kikötőmet, jó. Remek, Rodoszba csináljunk két ijeszt, négy princepset, meg két lovast. Ezt is ostromol elvesszük szépen. Paritjásokat felvesszük, mert azok mindig kellenek, ezt innen eltakarítjuk. Átképezzük a hajókat, mert az fontos. Nagyszerű. Így van, Palmában nagyon szépen csináljunk helyőrséget, az már ott alakul. Egész jó. Így meg külön tetszik, hogy nem kell minden rohadékos csatát lejátszani. Harci kedv bónusz. Az igen. Istállót mindenképpen megvárjuk. Addig nem szorozunk. Egy, kettő, az ugye mennyi? Három kör. Gondolom. Mindegy, azt megvárjuk. Meg ugye alapból jönnek még itt a lovasok. Négy. Nagyon faszabb. Egyre jobban állunk, gyerekek, tehát hogy itt jönnek azért a kis dolgok. Add át. Mondjuk ezt. Hát akkor ne adjad, akkor majd elfoglalom. Hát nekem aztán tök mindegy, érted? Oszkát blokkoljam, hallod? Hát azt tudom, az hol van, bazzik. Hahaha. Ez itt nagyszerű lesz. Csináljunk ide utakat, Tülisbe. Küréné, Palma. Palmába egy fegyverkovácsot, ugye? Tülisbe megy, igen. Bizáncba csináljunk egy... egy piacot. Aténba csináljunk egy... Hát figyelj, én azt mondom, legyen egy bánya, nem. Egy fórum. Egyelőre. Szalónába pedig egy... piacot. Így van. Igen. Hát... Egyiptommal az összes római család háborúba került, szóval... felkötheti a gatyát. Ezt átrakjuk. Így. Már csak úgy, hogy el tudjon foglalni. Ó, jól látom, hogy ez is gerendás lovasság. Hoho, bazzeg. Ja, hogy nem tudom átképezni. Ó, bazzeg. Ne szívass már keresztbe. Hallod? Hát ez milyen dolog? Nem baj, nem baj. Pontos ellen a lovasság kell mindenképpen. Ez még ugye három kör. De attól... Igen, visszatöltöttem egy kicsit. Ó! Jó, hogy... Na, tehát... Visszatöltöttem, ugye muszáj volt. Mert azért nehogy már itt a kis lázadó szarságok itt nekem nyerjenek. Ezt átvesszük, te menjél be. És megostromolom én a várat, ugye? Akkor a veszteséget is csökkentjük egy kicsit. Nem valósult meg. Egyen meg a szívedet. Na jó, akkor most megint átnézzük, hogy... hol mit kéne csinálni. Mert ugye most egy hirtelen eltűntek az építkezések. Még két kör ugye az istálló. Nem baj, ezeket itt nagyon gyorsan átfutom. Aha. Jó, rendben.
Ez már így azért nem rossz. Remek, két lovas, meg akkor ugye három princeps elég. Ezt meg ugye majd én fogom megostromolni. Ugyanúgy mindig komédiát, majd mindjárt. Há, na haladjunk a sereggel, itt van új Kártágó, nagyszerű. Haladunk, haladunk. Hispán, zsoldos. Ezek annyira nem rossz egységek, azt meg kell hagyni. Aha, közben ugye hajókkal is jövünk, mert majd ezeket itt újra kéne képezni. Hogyha minden igaz. Ezeket bespártába. Így. Na és akkor ugye Nikomédiát ostromoljuk meg nagyon gyorsan. Azért ilyen 200-as veszteségekkel nem nagyon szeretnék várat ostromolni két csapat keleti gyalogos ellen. Már hogy így, érted? Azt nekem senki nem mondja, hogy itt annyi lovasom meghalt. Jó. Ennyi emberre fog bemenni maximum. Ide. Főtér, nagyszerű. És hát annyira nem, de mindegy. Gyerünk, pusztítsd be azt a falat. Ja. Oda be gyorsan. Our soldiers have captured the walls. Now is the time to press on and capture this place. Ti oda. Kettőt ide. Ezt a hármat meg ide, aztán majd kis taktikát beleviszünk, és lehet, hogy nem fog meghalni ennyi emberem. Ugye? Nem kizárt. Ó, milyen gyorsan jönnek ezek befele, hallod? Nagyon jó. Ezek itt nagyon ráérnek, érted? Na, várj, hol az a főtér? Így. Közben azért jövök ezekkel is. Itt egy rohadt nagy támadás rájuk küldök, aztán szépen felmorzsolom őket kapásból. Lovasságot ugye nem fárasztjuk ki, nyilván. Tökre készen állunk? Még nem. Úgyhogy még egy picikét várunk. Így az összes lovas a helyén van. Jó, rendben van. Oké. Okay. Na most. Így. Na most nézzünk valami kis támadást. Már érted csak, hogy... Hogyha olyan kúra sok a veszteség, akkor már kíváncsi vagyok, hogy így mennyi lesz. Mert hogy ez nem volt 200 ember, abban biztos vagyok. Na mindegy, hát... Az a lényeg, a gép az 200 halottal meg tudta oldani, na nekem mennyi van? 66, jó, köszönjük szépen. Majdnem ugyanannyi. Nem baj, nem baj. Nem maragszunk meg érte. Annyira. Na nézzük, 32, ugye amiket nagyon szétvertek, azokat el tudom vinni majd ugye átképezni. De mondjuk nem nagyon van itt most olyan, ez az egy van itt, egy ötös.
A többi az majdnem mind fullos. Sőt, nem is hiszem, hogy átképezünk, inkább berakjuk oda, aztán jó napot. Így. Itt jön egy sereg, ugye? Ezekkel majd valamit itt csinálni kell. Így. Ti menjetek be. Itt egy kicsit ráállunk arra, hogy csináljunk egy kis gyalogságot, mert majd azt a Nikomédiát meg is kéne védeni esetleg. Hát figyelj, ezt a három fordulót én most kivárom, én úgy döntöttem. Tehát nem szarozunk itt. Új Kártágot foglaljuk elfele. Majd a következő körbe, igen. Palmába. Mi újság van? Így van, ott mennek a képzések, nagyon fasza. Hogy állnak az északi seregek? Szép lassan, de biztosan mennek. Jó. Istálló ugye még két kör. Azt ugye megvárjuk, hogy átképzett lovassággal tudjunk megindulni. Itt is jövünk közbe. Hát egy-két dark falu érted itt pluszba, nem esik olyan rosszul. Úristen, megtámadott. Hú, viszont azt le kell verni, mert az két sereg egybe az már lehet, hogy sok lesz. Igen. Már nézzük csak meg, hogy mivel jön. Az komoly, tehát ez mindet rám küldi. Jó van. Igen. Jó, majd mindjárt lerendezzük azokat is. Thessalonikéba egy fórum. Thessalonikéba kurva egy seregem van, miért van ott akkora? Haladjatok csak ide Bizánc felé. Ezeket majd átküldöm ugye keletre. Termon növekedik, fasza. Tarentum is növekedik, még jobb. Oksa. Vegyük be szépen új Kártágót, hogy gyökeret verjünk itt Hispániába. Hosszú pajzsos lovas, úristen, hispán gyalogos. Harci kutya, minden van. Ja. Nem érdekel most mennyi a veszteség. Hol egy istálló? Ja, hogy ezt meg kell most javítsam, jól van. Ez mit ad? Nem is rossz. Jó, csinálunk egy csatornát, lehúzzuk az adót, átképezzük a statuszokat. Ó, ijász, nagyon fasz. Aztán következő körben ugye majd képezzük szépen a lovasságot is. Jó, két ilyet rakjunk egybe, hogy egyszerűbb dolgom legyen. Így, és így még képezni is tudok egyet. Nagyon fasza. Közben ugye elérjük Prosciliumot, nem sokára. Így van, lovasság megérkezett Szegesztikába. Egy kör is van istálló, aztán ugye átképzünk. De amink egyetlen egyet kell átképezni, akár úgy nézem. Spárta. Ugye vannak hajók. Na, jó.